mert már tavaly is az a vád ért, hogy itt nincs nő. Hát most gyakorlatilag gyorsan ezt a kis hibát pótolni akartuk. Természetesen faanyag, illetve tehetség hiányát nem meg fog készülni negyedik Béla. Negyedik Béla után természetesen meg lesz Szent Erzsébet, Szent Margit, azt követően Károly Róbert, Károly Róbert Nagy Lajos, és Nagy Lajos lánya volt Szent Hedvig. Én átadnám a szót. Mint a Zoli elmondta, Nagy Lajos királyunknak és Kotromarics Erzsébet boszniai hercegnőnek a harmadik gyereke volt Szent Hedvig. Lajos király és Lipót, Habsburg-Lipót kötött egy szerződést, melynek szerint Lipót a saját fiának akarta Vilmosnak Hedviget nőül. Ezt mikor négy éves volt Hedvig, nyírbe is ütötték ezt a mondhatnám üzletet, és emiatt Hedvig Bécsben nevelkedett. A két gyereket, a 8 éves Vilmos herceget, Habsburg Vilmos herceget, és Hedviget együtt nevelték a bécsi udvarban. Akkor felkészítsék őt majd a király női teendőkre, de közben meghalt Lajos király, első Nagy Lajos király, az a királyunk, aki például a Anjou-házból, Nápolyból való volt, és a Pécsi Egyetemet, például Magyarország első egyetemet is alapította. Meghalt Lajos király, és a felesége Erzsébet, szintén Erzsébet volt, Máriának, az első szülött lánynak adta a magyar trónt. Végül is Jagelló Lászlónak lett a felesége Hedvig. Árpádházi uralkodó leányoknak ez volt Európa szerte a legnagyobb tettük, és ezért tisztelet övezte őket Jolantát Spanyolországba, Szent Margitot Skóciába, Szent Erzsébetet Szászföldön, és így Hedviget is Lengyelföldön, hogy ők karitatív munkát is végeztek. Az Árpádházi uralkodókra ezt jegyezzük. 1997. június 8-án avatta szentté II. János Pál pápa. És az előbb említettem a rózsákat, úgyhogy most a gyerekekkel 200 künkös rózsát fogunk átnyújtani. Ez az életfa gyakorlatilag mézes kalácsból készült. A mézes kalács az nem csak karácsonyt jelenti. Mindenkinek jutott belőle egy darab, ma ti is fogtok kapni belőle. És az, hogy ez a sok motívum mit jelent? Gyakorlatilag meglátjátok rajta a szívet, ugye szerelem, szeretet, ugye a madár, égi világ emberi segítője, a ló a férfi, a baba a nő, a nap, a hold, a csillagok, az emberi élet a ciklikusságot határozza meg, hiszen a régi paraszti világban a jelképeknek nagyon nagy szerepe volt. Ezeket a jelképeket nagyon sokszor nem is tudjuk értelmezni. Aki följön és megnézi a turulmadaras színpadunkat, úgy van betájolva keletről nyugatra, keleten kell, nyugaton nyugszik a nap, és itt is próbálták a régi emberek szimbolizálva megjeleníteni a mindennapjaikat. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezeket a mézes kalácsokat, mint ahogyan a pusztában az 5 árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy akik ebből hívő lélekkel esznek, azok testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle. Általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Add kegyelmedet, hogy aki ezelőtt a szobor előtt Szent Hedviget könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Thank you.
Köszönöm szépen!